Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Heti TV hírműsorát látják. Ma május 9-én ünnepeljük a győzelem és az Európai Béke Napját. Európában ezen a napon ért véget a második világháború. 1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlin ostromló szovjet erők elfoglalták a rejztágot. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szovjet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai hadszintéren a második világháború véget ért, amely milliókat tett földönfutóvá, országokat és városokat rombolt le, és közel 60 millió embert pusztított el. Ezen a napon szabadultak fel a még német megszállás alatt lévő koncentrációs táborok. Május 9-én így a fasizmus felett aratott győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. Az új országgyűlés és a leendő kormány legitimációja minden vitán felül áll, jelentette ki Ádár János az új parlament alakuló ülésén. A köztársasági elnök szerint érdemes foglalkozni a választási időszak tanulságaival. Április 8-án a választási eredmények megismerése előtt, látva a magas részvételt, a most ellenzéki szerepre készülő pártok vezetői is eként nyilatkoztak. Szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy a magas részvétel erős legitimitást ad a következő országgyűlésnek és kormánynak, Hívta fel a figyelmet az államfő. Azt is hangsúlyozta, hogy a választók döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania, ez a demokrácia alapszabálya. Az elnök beszédében javasolt le, javasolta, hogy az országgyűlés Orbán Viktor kormányfőt a Fidesz elnökét válaszza újra miniszterelnöknek. Áder János köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a választáson és annak lebonyolításában, valamint azoknak, akik a jogorvoslati eljárások során a benyújtott kifogásokat időben elbírálták. Az új kormány nem tervez olyan változtatást, amely érinteni az igazságszolgáltatás függetlenségét, jelentette ki a Reuters hírügynökségnek Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa. Ha lesznek is változtatások, nem fogják érinteni az igazságszolgáltatás függetlenségének alkotmányos követelményét, fogalmazott a politikus arra a kérdésre, hogy számít-e olyan konfliktusra az Európai Unióval, mint amilyen Brüsszel és Varsó között kialakult. A leendő miniszter elmondta, további kor kormányzati intézkedések szükségesek, hogy a gazdaság növekedési üteme a GDP 4%-a fölött legyen az elkövetkező években. Rámutatott, hogy a kormány szándéka az, hogy a növekedés széles alapokon nyugodjon. Az agráriumtól az iparon, a gépgyártáson át az építőiparig bezárólag. Konkrét lépéseket nem nevezett meg. Bújás Gergely arra is kitért, hogy a kormány a minimálbér további emelését tervezi. A miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa szerint a béremelkedés és a gazdasági növekedés gyorsabb felzárkózást terhet, tehet lehetővé a nyugati életszínvonalhoz. Személyes véleménye ugyanakkor az, hogy Magyarország a következő négy évben valószínűleg nem fogja bevezetni az eurót. A harmadik Mi vagyunk a többség tüntetésen ugyanazok a fő felszólalók, ugyanazok a fő látványelemek és ugyanaz az üzenet volt, mint az előző kettőn. A létszám csekélyebb volt, és az ismertebb politikusok közül is csak Gyurcsány Ferenc tűnt fel a tömegben, igaz ő több tucatnyi dékás lufikat tartó szimpatizánsal érkezett. Bő egy órányi tüntetés után jégeső zúdult a Kossuth térre, itt sokan hazamenekültek, a színpadon nem folytatódtak a beszédek. A maradó tüntetők viszont egy időre erőre kaptak a parlament lépcsőjén a skandáltak, miközben az érkező és felsorakozó rendőrökkel néztek farkas szemet. A lendület nem tartott túl sokáig, este 8 körül elkezdtek elszivárogni az emberek, 9 kor már több rendőr volt a helyszínen, mint demonstráló, és a skandálások is befejeződtek, csak néha rövid időre harsant fel kormányellenes Rigmus pár embertől. Külpolitikai híreink Biztonságosabbá vált Németország 2017-ben hangsúlyozta Horst német szövetségi belügyminiszter a tárca bűnügyi statisztikai jelentésének bemutatóján. A kimutatás szerint tavaly 5.761.984 bűncselekményt regisztráltak, ami 9,6%-os csökkenés az egy évvel korábbi 6.372.526-hoz képest. Ez a legnagyobb méretű csökkenés 1992 óta. 100.000 lakosra 6982 bűncselekmény jutott, ami 10%-os visszaesés, és 30 éve a legalacsonyabb szám, húzta alá a miniszter. Továbbra is sokat elendő, a teljes biztonságot pedig nem tudja garantálni az állam, tette hozzá horzéhofer. Kiemelte, hogy továbbra is nagy a terrorveszély, bármikor történhet terrortámadás. A brit külügyminiszter szerint őrült rendszert szülne, ha London a brit EU tagság megszűnése után vámuniós partneri viszonyt alakítanak ki az Európai Unióval. Boris Johnson véleményével homlok egyenest ellentmondott kabinetbeli kollégájának, Greg Clark üzleti miniszternek, aki hétvégi nyilatkozatában vámpartnerségi viszony szükségességéről szólt. Boris Johnson, aki a brit EU tagságról 2016-ban rendezett népszavazás kampányában a Brexit párti tábor frontembere volt, a déli Mail című konzerva Erősen EU-ellenes irányzatú brit tömeglapnak kijelentette, ha Nagy-Britannia vámpartnerségi kapcsolatrendszert hoz létre az EU-val a Brexit után, abból egy olyan őrült rendszer születhetne, amelyben London az Európai Unió nevében szedne be vámokat a brit határon átlépő importárok után. A brit külügyminiszter a Daily Mail online kiadásán idézett nyilatkozatában közölte, szerinte ez azt is jelenteni, hogy ha az EU valamely árucsoportra, amelyet Nagy-Britannia olcsón szeretne importálni, büntető vámokat vet ki, akkor a brit kormány sem tudna ez ellen fellépni. Johnson szerint ezzel meghiúsulna az a szándék is, hogy Nagy-Britannia visszaszerezze az ellenőrzést saját határai, kereskedelem politikája és törvényalkotása felett. Az örmény parlament keddi ülésén az egy héttel ezelőtti elutasítás után megválasztotta miniszterelnöknek Nikol Pasinyan ellenzéki vezetőt. A 105 tagú nemzetgyűlés jelenlévő képviselői közül 59-en támogatták Pasinyan megválasztását, 42-en ellene szavaztak. Az abszolút többséghez legalább 53 szavazatra volt szükség. A parlamentben többségben lévő kormányzó Örményország köztársasági pártjának 11 képviselője is támogatta Pasinyan megválasztását, mint Bagram Bagdaszárián frakcióvezető közölte, azért döntöttek így, hogy megőrizzék az ország stabilitását, de ez nem jelenti azt, hogy általában is támogatják az ellenzéki vezetőt. Pasinyen volt az egyedüli jelölt a miniszterelnöki tisztségre elődje. Szerzs Sargsyan az ellenzéki tömegtüntetések nyomására mondott le, amelyeket Pasinyán szervezett. A tiltakozások nyomán felbomlott a kormányzó koalíció is. Pasinyán kormányfővé választását követően Karen Karapetyán ügyvezető miniszterelnök azonnal bejelentette lemondását. Kivonul az Egyesült Államok az iráni atomalkuból, jelentette be Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint este 8 után nem sokkal, mivel Trump korábban már többször hevesen bírálta az Obama adminisztráció által megkötött atomalkut, sejteni lehetett, hogy az elnök a megállapodás felmondására készül. Trump borzalmas egyoldalú megállapodásnak nevezte az atomalkut, ami a mostani rothadó formájában nem tudja megakadályozni az iráni atomfegyver kifejlesztését, ami a célja lenne, nem hozott békés és nem is fog. Trump hivatkozott azokra a dokumentumokra is, amiket Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök mutatott be a hétvégén. Szerinte ezek is bizonyították, hogy az iráni rezsim hazudott, és atomfegyver kifejlesztésére törekszik. Bejelentette, hogy a legszigorúbb gazdasági szankciókat állítják vissza Irán ellen, és bármelyik országot, ami segít Iránnak az atomfegyver kifejlesztésében, szintén keményen szankcionálhatja az Egyesült Államok. A világvezetői sorra reagáltak Trump bejelentésére. Emmanuel Macron francia elnök a Németország, Nagy-Britannia és a saját országa nevében is sajnálatát fejezte ki. De hozzátette, folytatják a munkát, érvényesnek tartják a megállapodást. Barack Obama súlyos hibának minősítette Trump döntését. Az iráni állami tévében jogtalannak, törvénytelennek nevezték a döntést, ami aláássa a nemzetközi megállapodásokat. Ezzel szemben Netanyahu jelezte, hogy nagyra értékeli és örül Trump döntésének, ahogyan Szaudarábia is üdvözölte a hírt. Alig pár órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, felmondja az iráni atomalkut, Izrael rakétázni kezdte a szírai, szíriai kormányerőket, jelentette a Reuters és az AP hírügynökség. A szír állami televízió szerint Damaszkuszban két rakétát a levegőben kilőtt a védelmi rendszer, azok kárt nem okoztak. Benjamin Netanyahu Trump bejelentése után azonnal közölte az izraeli hadsereg óvóhelyek megnyitására adott utasítást a Golán fensíkon, miután szokatlan iráni csapatmozgásokat észlettek Szíriában. A HRC értesülései szerint Izrael légvédelmi egységeket is telepített az északi határvidékre. Az izraeli hadsereg magasfokú biztonsági készültségben van az ország északi részén, felkészülve egy esetleges megtorló támadásra Irántól. A bázisait érintő állítólagos izraeli légicsapásokért Szíriában. A biztonsági erők az északi katonai bázisokra és közösségekbe való behatolási kísérletek lehetőségére készülnek, jelentette a hadásod hírek. A jelentés szerint a biztonsági erők lépéseket tesznek annak érdekében, hogy mérsékeljék az ilyen potenciális támadásokból eredő károkat, attól tartva, hogy egy kemény iráni támadás nem kívánt eszkalációba kényszerítheti Izraelt Teheránnal. Az izraeli tisztviselők úgy vélik, hogy az iráni forradalmi gárda vezető szerepet játszik az Izrael elleni megtorló csapás erőfeszítéseiben, felhasználva meghatalmazottjait Szíriában, a Hezbollah erőit és a sítak milíciák kedvelő képviselőit, hogy támadják meg a zsidó államot. Híreinkről bővebb információt a www.briarpress.com, illetve a heti tvcom olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Üdvözlöm a kedves nézőinket! Ma is nagyobb rész napos, majd gomoly felhősödő időre van kilátás, kis körzetekben kialakuló, de itt ott hevesebb csapadékgócokkal. Hűvös hajnal után fokozódik a nappali felmelegedés, és a szél csak az ivatarok környezetében erősödik majd fel. A záporok, zivatargócok kialakulásának a déli órákat követően nő meg a valószínűsége, de délelőtt sem kizárt előfordulásuk. A Győr, Dunaújváros, Csongrád vonaltól északra van nagyobb esélye csapadéknak, Persze azonban ez nem azt jelenti, hogy más út kizárt. 11 fokról 25 fokig emelkedik napközben a hőmérséklet, ami teljesíti az éjszaknak megfelelő követelményeket. Fronthatás nincs. A napozás pedig csak a száraz órákban ajánlom, a nedves bikinik ugyanis felfázást okozhatnak, kerüljük el a szervezetünkre leselkedő veszélyeket, mindjárt itt a hétvége, és igaz kánikula nem lesz, a strandokat már lehet látogatni. Addig is a legjobbakat kívánva búcsúzom a holnapi viszontlátásig. Thank you